Én ugye mellett egy kis faluba születtem, tehát magyar vagyok, tehát semmi egyéb kötelék, vagy hogy is mondjuk gyökerem nincsen az arab világhoz. A középiskola elvégzése után úgy gondoltam, hogy történész leszek. Akkor még csak két szakra lehetett velem kezdeni, ez még a rendszerváltás előtti időszak volt, és filozófiát választottam mellé, mert nekem a suliba volt egy nagyon jó magyar tanárom, aki csodálatosan tudott Párizsról mesélni. Első nem vettek föl, ezért én barátnőmmel együtt bejártam Franciaországot, és úgy találkoztam először, hát Franciaország eléggé nagy olvasztó tégely, olyan arabokkal, akiknek nekem nagyon megtetszett a lelki tisztaságuk, és úgy elkezdtem érdeklődni maga a vallás és egy kicsit a kultúra iránt. Történelemfilozófia szakra vettek föl, de nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy a filozófiát ugye nagyon szeretem, de szakmaként nem szeretném a későbbiekbe művelni. És ez gyakorlatilag két hét alatt kiderült számomra, akkor az arab még csak D-szak volt, és azon nyomva jelentkeztem egy alapozó szakra, és elkezdtem arabot tanulni. Amikor másodéves voltam, akkor lett egy olyan lehetőségem, hogy volt egy egyiptológus barátunk, és hát vele együtt kimentem Egyiptomba. Ez egy ilyen nyári, egy hónapos, igazi hátizsákos út volt, és ott szerettem még inkább bele, most már nem csak a könyvek, hanem az emberek alapján is ebbe a kultúrába. Elvégeztem a történelem arab szakot. Az élet mást hozott, nem történész lettem, mert lett egy csodálatos párom, és úgy döntöttem, hogy inkább családot alapítok, és tanárként dolgoztam 22 évig. Azért ennek is volt egy kicsit köze az arab világhoz, mégpedig azért, mert több verseny és egyéb kapcsolat révén eljutottam egy olyan gimnáziumba, egy alapítványi gimnáziumba, ahol helyszínen tanítottak, és ők úgy gondolták, hogy mivel az arab kultúra egy nagyon-nagyon fontos része, főként a középkori történelemnek, ezért szeretnének arabot is tanítani a gyerekeknek. Én dolgoztam ki az arab érettségének a tantervét, és én voltam az, aki először arabból magyar diákokat érettségiztetettük Magyarországon. A tudós pálya nem az enyém lett, de az arab világ és kultúra iránti szerelem az megmaradt, mind a mai napig. És azért gondoltam azt, hogy szeretnék erről minél nagyobb közösségnek talán egy kicsit beszélni, mert manapság elég sok tévhit van a vallás kapcsán, meg az arab emberek kapcsán is, és teljesen véletlenül kerültem ebbe a közegbe. A Facebookon egyszer láttam egy kutyapártos passzivista kérdőívet, kitöltöttem, ennyi volt, azt tetszett, a legjobb volt, lehet oligarchának is jelentkezni. És így kerültem a pártnak a közelébe, nagyon passzivistaként, és pár, talán egy olyan másfél hónappal ezelőtt megkérdezték tőlem, hogy nem akarnék-e aktívabb passzivista lenni, mondtam, hogy nem, igazából nem szeretnék, de elmondták, hogy van ez a népfőiskola, és ez viszont tetszett, mert egy közeget jelentett arra, hogy az ember egy kicsit a meglévő ismereteit megpróbálja talán nagyobb közegbe átadni. Tehát szeretném leszögezni, egyébként hálás vagyok a kutyapártnak a lehetőségért. A népfőiskolát egy nagyon jó ötletnek tartom, mert azt gondolom, hogy közületek is rengetegen vannak, akik valamilyen témában jártasak, és hogyha van erre fogadó közönség is, akkor miért ne osszuk meg az ismereteinket. Tehát ez nem a kutyapártnak az eljövendő kormányra kerülésekor a külpolitikai iránya. Habár, az legalábbis nem tudom, hogy lenne ilyen mögötte, habár nem vagyok biztos, hogy Soros mellett vagy helyett, esetleg nem lehetne sokkal több pénzt keresni még mindezzel. Tehát
ezt szeretném leszögezni, hogy így semmi ilyen irányultság nincs, mert láttam olyan, hogy innentől kezdve nem is szavaznak a kutyapártra, hogyha ilyen előadás egyáltalán előfordulhat. No. Hát ennyit röviden erről, és akkor magáról a témáról szeretnék beszélni. Ugye az első pont, amivel indul ez az egész, az Mohamed élettörténete, és előtte egy kicsit a korabeli arab félszigetnek az élete, de csak nagyon-nagyon röviden. Az arab félsziget hát eléggé mostoha körülményeket biztosított az ott élő emberek számára, gyakorlatilag oázisokba, főként tatolyapálmának a termesztésével és tevéknek, kecskéknek a tenyésztésével foglalkoztak, és az oázisokért eléggé komoly küzdelmet folytattak. Alapjában véve ez egy törzsi vérségi alapon szerveződő közösség volt, és ugye a hazvok, amiből a razia szavunk is származik, azok általánosak voltak, hiszen a megélhetés nagyon nehéz volt. Emellett még bevételi forrást jelentett számukra az, hogy az arab félsziget nyugati részé haladt végig, ugye az a karavánút, amit legtöbben tömjén útként ismernek, és ennek a tömjén útnak a kereskedelme, ez az egyik nagyon fontos kereskedelmi útvonal volt, gyakorlatilag a Sejem út mellett ez volt az, ami a távol-kelet fele vezetett. És hát a tömjén ugye legtöbb nagyon sok vallási szertartásoknak is egy fontos kelléke volt, és ezért eléggé sűrű jártak karavárok. De pont a természeti adottságuk miatt eléggé nehéz volt a sivatagon keresztül jutni a karavánoknak, és ezzel foglalkoztak még az ott élő arabok, hogy segítették ezeket a karavánokat, ugye egyrészt a tevéket biztosították számukra, másrészt pedig ugye, aki nem ismerte a helyet, az nem találta volna meg az oázisokat, és gyakorlatilag kilátástalan lett volna a helyzete. És ha a vallásosságát nézzük az itt élő araboknak, akkor azt mondhatjuk, hogy eléggé primitív szinten állt, leginkább a bálványimádáshoz lehetne hasonlítani, semmiféle kinyilatkoztatott vallás nem volt itt számukra. Viszont már ebbe a úgynevezett dzsahilia korba, hiszen a muszlimok így hívják a Mohamed megjelenése előtti, vagy az iszlám vallás megjelenése előtti időszakot, ami körülbelül 610-ig tartott Krisztus után. Ebben az időszakban már a Mekka egy nagyon fontos kultikus központ volt, hiszen a törzsek ide helyezték el a bálványaikat. Ezek a bálványok voltak azok, amelyekhez egy évben egyszer mindig elzarándokoltak, és ott különböző szertartásokat mutattak be. Ez volt egyébként az a szent hónap, amikor Mekka megtelt emberekkel, ugye a törzsek részben piacként is néztek Mekkára, hiszen az ide érkező zarándokok ugye adtak-vettek, és ez nagyon jó bevételt biztosított a mekkai főként kurajs törzsnek a számára, és ennek a kurajs törzsnek egy lecsúszottabb, szegényebb ágában született meg Mohamed. Mohamed körülbelül 570 körül látta meg a napvilágot, nem volt egy túl szerencsés gyermek, mégpedig azért, mert az édesapja még az ő születése előtt meghalt, a születés után nem sokkal az édesanyja is meghalt. Először a nagyapja, de a nagyapja halála után a nagybátyja utánig neveltek. Na most Mohamed talán az a vallásalapító közül, akiről nagyon sok forrás maradt ránk, de ezeket azért eléggé kritikus szemmel érdemes figyelni. Mégpedig azért, mert ugye azok a hadiszok, amelyek az ő élettörténetéről támpontokat adnak,
Ezek majdnem 200 év alatt lettek Mohamed halála után igazából kidolgozva és egységesítve, és hát itt már a politikai szempontok és a különböző egymással is vetélkedő csoportoknak az akarata is beleszólt abba, hogy mit is tudunk igazából Mohamedről. Legtöbben úgy gondolják, hogy a Korán az, amiből legtöbbet tudhatnák Mohamed életéről, de nem. A Korán az Mohamed által, ugye az Istennek a kinyilatkoztatásait rögzítő könyv lenne, tehát ebben kevesebb van élettörténeti adat, viszont a kinyilatkoztatások, amiket Mohamed hozott Istentől az emberek fele, az ugye megtalálható benne. Inkább a hadiszok és a tafszira az, ami egy kicsit Mohamed élettörténetére rávilágít. No, tehát megszületett Mohamed, eléggé sanyarú gyerekkora volt, viszont folyamatosan a tömjén út mellett lévő kereskedelem mellett segítkezett, és már így egy kicsit nagyobb rálátása volt legalábbis a saját arab világára. De akkor változott meg alapvetően Mohamed élete, amikor egy gazdag özvegyasszony, egy Hadidzsa nevezetű hölgy, mondhatjuk azt, hogy férjül vette a fiatal Mohamedet, és innentől kezdve egyrészt jobb anyagi körülmények közé került Mohamed, másrészt pedig kitágult számára a világ, hiszen a karavánokkal most már nem csak úgy, mint a tevéket itató kisfiúk, hanem már egy idő után ugye a karavánok vezetője, a későbbiekben pedig úgy, mint a karavánoknak az irányítója, nagyon sok helyre eljutott. Itt nagyon sok kérdés van, hogy meddig is jutott el. Az biztos, hogy Damaszkusz, Jeruzsálem azok közé, a helyszínek közé tartozott, ahova eljutott. Vannak olyan elképzelések, hogy akár Bizáncig is eljuthatott, de ez az, ami leginkább kérdéses. Miért fontosak magának az iszlám vallásnak kialakulásának a szempontjából az, hogy ő bejárta gyakorlatilag az akkori közel-keletnek egy jelentős részét? Hát azért, mert itt ismerkedett meg olyan városokkal, ahol hát a mostoha arab félszigettel szemben sokkal jobb anyagi körülmények között éltek az emberek, és itt ismerkedett meg ugye a zsidó és a keresztény vallással is. Nem véletlen, hogy a kialakuló iszlám nagyon mélyen gyökerezik ebbe a két kinyilatkoztatott vallásba. És hát egy idő után Mohamed már azt is megengedtette magának, hogy igazából ne kelljen aktívan részt venni a karavánoknak az irányításába, hanem sokkal inkább elmélkedéssel töltötte az idejét. Ezek az elmélkedések vezettek oda, hogy eltöprengett azon, hogy vajon az ő arab népe és az a közel-keleti életmód, ami van, az vajon mi miatt ilyen nagy különbséget mutat. Tehát míg ugye az arabok eléggé sanyarúságos körülmények között ugye folyamatosan az oázisokért egymással harcolva éltek, addig máshol sokkal nagyobb jólétet talált. És egy idő után ezekkel az elmélkedésekkel odáig jutott Mohamed, hogy úgy gondolta, hogy valószínűleg az egyisten hívő vallások lehetnek azok, amik igazából a különbséget tehetik. Körülbelül 40 éves lett 610 környékén, amikor állítólag ugye megérkeztek hozzá alaknak a kinyilatkoztatásai Gábrielen keresztül. Hát vannak itt eléggé mesés történetek, hogy ugye Mohamed nem igazából az egyetemet járt iskolázott emberek közé tartozott, és Gábriel azt mondta neki, hogy olvasson ugye az urának, Allahnak a nevében, majd mindjárt az Allah szó jelentésére egy kicsit ki szeretnék térni. És hát mondta Mohamed, hogy bocsi, de nem tudok olvasni.
Ekkor Gábor egy kicsit megszorongatta a nyakát, és mondta, hogy olvasta az urad nevére, még akkor sem tudott olvasni, aztán egy-két ilyen szorongatás után állítólag elkezdte az első kinyilatkoztatásokat recitálni. Ez ugye, mint minden vallás körül, vallás alapító körül vannak ilyen mesés történetek, hát kevéssé hihető, hogy bármelyiknek megszorongatnák a nyakát, akkor onnantól kezdve tudna olvasni, de mégis valahol ezek a mesés alapok hozzátartoznak ahhoz, hogy egy vallásról, kialakulásáról tudjunk beszélni. No, hát elkezdte a saját kis kinyilatkoztatásait, ugye ami a későbbiekben lett a Koránba írásba foglalva, azt lehet mondani, hogy ezek az első kinyilatkoztatások, ezek nagyon egyszerűek voltak, és igazából a monoteizmusnak a hirdetését jelentették. És hát az első időben, mint a legtöbb vallás alapítónál, azt lehet mondani, hogy nem nagyon vette a környezete komolyan Mohamedet. Leginkább az elesettekből lettek az első hívei. Viszont a legelső pillanattól kezdve szembe került ugye a Mekkát uraló kurajstörzs tagjaival, hiszen hogyha egy Isten hit lenne Mekkába, akkor ők elesnének a fő jövedelem forrásaitól, ugye a Kába körül lévő bálványok imádására odaérkező törzseknek a jövedelmétől. És ezért a kezdeti lépésektől azt mondhatjuk, hogy üldözöttnek számított a saját közegébe. Először olyan kis csodabogárnak, hogy jó, mondja csak, és ennyi. A későbbiekben pedig, ahogy egyre nagyobb közösség kezdte követni Mohamedet, akkor már mondhatjuk azt, hogy politikai ellenfélé is vált. Na most, ugye Mohamed őszintén hitt abba, hogy az ő szerepe az mindenképpen az, hogy megváltoztassa a környezetének az életét, és hát az egyisteniten kívül nagyon fontos olyan társadalmi visszásságokra hívta fel a figyelmet, ami ugye az elesettek számára nagyon vonzó volt, és egyre inkább elfogadták, és lett csodabogárból mondhatjuk azt, egy olyan személy, aki köztiszteletbe álló emberré vált, sokan kikérték a véleményét, és gyakorlatilag a közösség is folyamatosan nőtt körülötte, viszont ezzel, mint politikai ellenfél is egyre inkább veszélyessé vált. Az üldöztetés elől először a hívőknek egy csoportja Etiópiába menekült, majd pedig, mivel Mohamed már tényleg köztiszteletben álló személy volt, úgy gondolták, hogy meghívják a közeli Mekkával rivális karavánközpont Jafribnak a zsidó és arab törzsei között lévő ellentétek kibékítésére, és Mohamed elfogadta ezt a felkérést, és gyakorlatilag 622-ben, ugye ez a hicsának az évben, elköltözött Mekkából, ugye Jaffitba, ami később kapta, ugye mindenki által ismert Medina nevet. Medina nem is jelent más, mint a város, vagy mondhatjuk azt, hogy Medina Tal-Nabi, vagyis a profita városa. Nagyon fontos ez az átköltözés az iszlám vallás tekintetébe is, és Mohamed életébe is. Ugyanis ez lesz majd egy olyan fő különbséget hozó dolog Mohamed életébe, hogy már nem csak vallási vezetője lesz a közösségnek, hanem gyakorlatilag Medinából kiindulva fog létrejönni ugye az arab állam, és itt már a közösségnek az állami vagy politikai vezetőjévé vált. És ez az egyik jelentős furcsaság számunkra ugye az iszlám vallás kapcsán, hogy
ugye legtöbb nagy világvallás, aztán majd később felhasználják persze különböző államok is ilyen szempontból politikai célokra is használt vallások lesznek, de az iszlám az, ahol a vallás és az állam teljes egészében összefonódott. Tehát itt nincs igazából különbségtétel. Mohamed egy személyben volt politikai és vallási vezetője a medinai közösségnek. A későbbiekben 622-től 630-ig tart az az időszak, amikor egyre több és több törzs fog befordulni az Arab-félszigeten az arab állam és az iszlám vallás alá, és azt mondhatjuk, hogy folyamatos harcok lesznek, hiszen a mekkai kurajzs törzsnek a tagjai mindenképpen szerették volna eltaposni ezt a vallási és állami kezdeményezést, és végül is a harcoknak 630-ban az vett véget, amikor a mekkai kurajzs törzs vezetői is látva azt, hogy nő az iszlám vallásnak a támogatottsága a környezetükbe, elfogadják az iszlám vallást, fölszámolják a korábbiakban meglévő politeizmust vagy bálványimádást, viszont ennek a kompromisszumnak van egy olyan eleme is, hogy a Mohamed, amikor visszatér Mekkába, akkor az az első dolga, hogy a Kába körül lévő bálványokat kiszóratja onnan, és gyakorlatilag a vallásnak az egyik szent helyévé, így válik a Kábakő és Mekka, és ezzel ugye az a kérdés, hogy elveszítik-e a politikai befolyásukat és a gazdasági szerepüket a mekkai előkelők, ez gyakorlatilag megoldódik, mert innentől kezdve majd más formában fognak a Kábakőhöz érkezni az arabok, tehát ez gazdaságilag épp olyan kifizetődő volt a későbbiekben a számukra. Hát körülbelül ennyit így Mohamed élettörténetéről, és hát akkor egy-két ilyen alapdolog. Nekem kicsit nehéz dolgom volt, amikor így készültem, mert nem tudtam igazából a közönséget bemérni, hogy kik lesznek itt. Ezért nem készültem egy ilyen akadémikus jellegű, hanem inkább egy ismeretterjesztő dologra magáról az iszlám vallásról. Erre azért gondoltam így, és azért is szerettem volna ezt így megtenni, mert azt gondolom, hogy ha vannak alapvető ismeretei az embernek, akkor nem fog tévhiteket gondolni vagy terjeszteni, és egymás megértése fele egy kultúrán belül is a tudás tud egy kapocs lenni a másik embernek a megértése, és főleg a kultúrák és vallások közötti különbségekről van szó, akkor még inkább fontos, hogy amennyire lehet pontos ismereteik legyenek. No, hát magáról az iszlám vallásról, ugye ez a három nagy kinyilatkoztatott vallás egyike, a legfiatalabb közülük. Nagyon fontos, hogy már amikor Medinába megérkezett Mohamed, akkor ott ugye a zsidó és az ott élő arabok kibékítése volt az egyik dolga. Tehát így ugye a zsidó vallásból is nagyon sok elemet emelt be Mohamed az iszlám vallásba. Van olyan, aminek csak a gyökereit láthatjuk, de van olyan, ami egy-egyben megtalálható ugye az iszlám vallásnál is. Ugyanez a helyzet a kereszténységnél is, hogy nagyon sok mindent merített innen Mohamed. Tehát monoteista vallásról beszélhetünk, miben különbözik az iszlám a zsidó és a keresztény vallástól. Egyértelműen azt lehet mondani, hogy egy lényegi elem az, hogy ez egy életmódvallás. Tehát nem hittételeknek az elfogadásán múlik az, hogy valaki ehhez a valláshoz tartozik-e, hanem hogy betartja-e azokat a úgynevezett alappilléreket, amit ugye Mohamedék kialakítottak.
No, ugye öt alappillére van az iszlám vallásnak, amit minden hívőnek, akiket muszlimoknak, vagy a magyar nyelven elterjedt a muzulmán kifejezés is, ez a kettő helyes, amit használhatunk. Ugyanis, ha azt mondjuk, hogy Muhammeden, az kikérik maguknak a muszlimok, ugyanis ők Allahban hisznek. Allah, ugye ezt mondtam, hogy a nevére ki fogok térni, már korábbiakban is a félszigeten az isteneknek az elnevezése az volt, hogy Illah. És gyakorlatilag egy névelőben az Isten, Allah, ugye ez itt kis összevonás van, mindegy, tehát ez az Allah, ez semmi más nem jelent, mint az, hogy az Isten. Tehát nyugodtan lehetne így is hívni, hogy az Isten, mint ahogy mind a másik három világvallásnál is ugye ez megfigyelhető, és nagyon sok teológus is azt mondja, hogy azért is egytőről fogad ez a három nagy világvallás, mert mindegyik az egyetlen egy Istenbe hisz, csak a megnyilvánulási formák és a hitnek a formái kicsit mások. No, hát az öt alappillér közül az első, az a hitnek a kinyilatkoztatása. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak az egyetlen egy Istenbe hisznek, és ugye ezt még hozzáteszik, és Muhammed az ő prófétája, majd mindjárt erről még egy kicsit többet, és elfogadják az összes zsidó prófétát, sőt, Jézust is egynek veszik a próféták közül. Tehát innen is lehet az egytőről fakadást egy kicsit értelmezni, mert hogy az iszlám vallás is elfogadja ezeknek a prófétáknak a kinyilatkoztatásait és az isteni eredetüket is. Viszont Jézust nem veszik Isten gyermekének, csak egynek a proféták közül. Az a különbség itt a profétáknál, hogy Muhammedre azt mondják, hogy ő a proféták pecsétje. Vagyis az iszlám vallás szerint Muhammed után nem jöhet több proféta, több kinyilatkoztatás. Muhammed lezárja ezt a sort, és innentől kezdődően gyakorlatilag a korábbiakban hinni kell, tehát ez a hit kinyilatkoztatása azt is jelenti, hogy hisznek az Istenbe, hisznek a proféták tanításaiba, de Muhammed után több proféta nem lehet. Ha bárki szeretné az iszlám vallást bármikor fölvenni, akkor semmi mást nem kell tennie, mint ezt az úgynevezett sahadát elmondani két hívő muszlim előtt, tehát annyit, hogy la ilaha illallah, vagy Muhammad Rasulallah. Ez annyit jelent, hogy nincsenek istenek az Istenen kívül, és Muhammad az ő profétája. Ez az első alappillér. A következő az a napi ötszöri ima. És itt egy picit a politikai kérdésre is kitérnék, mert ugye mindenki tudja, hogy Jeruzsálem ugye három vallásnak a szent városa, és ennek az imának a kialakulása hozzájárul ahhoz, hogy az ott lévő konfliktusokat egy kicsit jobban meg lehessen érteni. Ugyanis a híres utazás a Muhammednek, ami állítólag Jeruzsálemből történt egy lajtorján Istenhez, vagy Allahhoz. Ez úgy történt, hogy fölment Allahhal tárgyalni Muhammed az ima kérdéséről, és Allah azt mondta, hogy 50-szer kell imádkozni. Jött lefele Muhammed ezen a lajtorján, és Gábriel megkérdezte tőle, hogy na, mit intéztél? Mondta Muhammed, hogy 50 ima. Menjél vissza, alkudj. Visszamentem. Mindjárt mondom a másik részét. Jött lefele, mondta, hogy 25 ima, tehát már megfelezte. Mondta a Gábriel, még menjél vissza. És amikor harmadszor jött lefele, akkor azt mondta, hogy 5 ima,
És Gábriel még itt is azt mondta, hogy lusta te néped ahhoz, hogy ez az öt ima működőképes legyen, de Mohamed azt mondta, hogy ő már többet nem megy vissza, mert már szégyelné ezt az alkudozást, és állítólag így alakult ki az öt ima. Honnan is? Jeruzsálemből. Ugye Jeruzsálemben, amikor aztán majd az arab hódítások bekövetkeznek, és 641-ben meghódítják Jeruzsálemet az arab törzsek, akkor azon a helyen, ahol ugye a történetek tanúsága szerint megtörtént ez az alkudozás, ott építik fel ugye a sziklamecsetet, ami viszont ugye az akkor lerombolt jeruzsálemi szentélynek a helyén áll, tehát akkor, amikor ők megépítették, akkor ott nem volt a siratófal, az is kicsit távolabb van, tehát ott nem volt semmi. Na most azt elképzelni, hogy ebben bármikor megoldás szülessen, mert az, hogy a zsidók a későbbiekben szerették volna fölépíteni a szentélyüket, ahhoz le kellene rombolni a sziklamecsetet. Na de melyik vallás lenne az, aki azt mondja, hogy tehát akkor romboljátok le a mi szentélyüket. Tehát ez a konfliktus, ami nap mint nap folyamatosan újra is kiderüljön, az emiatt is van, és ugye ezek azok a kérdések, amit nagyon nehéz bármiféle kompromisszummal is megoldani. No, tehát naponta ötször kell imádkozni. Ez a napi ötször ima, ez nincsen pontosan időben meghatározva. Egy gyönyörű szép kis rész van a Koránban, hogy mikor is kell imádkozni. Az első imát akkor, amikor a fekete cérnát meg lehet különböztetni a fehértől, tehát hajnalban. A negyediket azt ugye akkor, amikor már nem lehet, tehát ugye alkonyatkor, utána másfél órával az ötödik imát, a többi időben elosztva kell megejteni. Ami ugye azt jelenti, hogy nagyon komoly nehézség egy egyszerű ember számára, hogy ebben pontosan tisztában legyen. Ezért van ugye a mecsetek mellett ugye az a minaret, ahonnan a müezzin ugye imára hívja a híveket, mert akkor pontosan tudják, hogy mikor kéne ugye az imára érkezni. Azért nagyon komoly, és nem véletlenül fejlődtek a későbbiekben az arab tudományok olyan erőteljesen, pontosan előre meg tudják határozni, ahhoz azért nagyon komoly geológiai és egyéb csillagászati ismeretek kellettek, hogy ezeket az imaidőket pontosan be tudják lőni. No, hát az napi ötször ima, ugye ez az egy fő kötelesség, aki már járt muszlim országba, ez egy különleges hangulatot ad ennek a környezetnek. Tehát hajnalban, amikor mondjuk éppen az ember hogy békésen szinyókálna, akkor azon nyomba jön a müezzin, és elmondja az adzánt, ugye az imára hívó szöveget. A hajnalinál még azt az egyszerű dolgot is beleteszik, hogy jobb az ima, mint az alvás. Hát ezt mindenki idéje meg magam, hogy biztos, hogy így van. De amikor én a gyerekeimmel voltam így, hát másfél hét után azt mondták, hogy mindenképpen mecset mellett álljunk meg, mert ők hajnalban erre szeretnének ébredni, az elején nem nagyon szerették. Úgyhogy egy lakóautóval voltunk akkor éppen Törökországban, tehát ezt azért ki lehetett hitelezni. No, tehát az imára hívás megtörténik, akkor utána egy hívő muszlimnak az lenne a kötelessége, hogy amilyen gyorsan csak lehet, eljusson a legközelebbi mecsethez. A mecset nem szentély, a mecset az egy imahely. Nagyon egyszerűen. A mecsetnek különleges kialakítása van. A földrajztudomány ezzel sokat fejlődhetett a muszlim világban a későbbiekben, ugyanis minden mecsetnek van az úgynevezett kibla része, vagy a kibla fal, ami
pontosan Mekka fele mutat, belegondolni, hogy mekkora most mondjuk a muszlim világ, és minden egyes mecsetet pontosan betájolni, ez azért nem lehetett egy egyszerű kérdés. Egy tévhit az, hogy kelet fele kell imádkozniuk a muszlimoknak, hát tőlünk mondjuk olyan kicsit délkeletre van Mekka, de úgy egyébként a lényeg az, nagyon rövid idő volt ez, amikor nem Mekka fele imádkoztak a muszlimok, ez az az időszak volt 622-630-ig, amikor Jeruzsálem volt az ima iránya, viszont amikor kiegyezett a mekkaiakkal, akkor onnantól kezdődően ugye Mekka lett az ima iránya, Mekkán belül pedig ugye egyértelműen Kába kör az, amik fele kellett muszlimnak imádkozni. Ez egy érdekes helyzet, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ima különleges jelentőséggel bír. A muszlimok nem ajánlanak föl, nem áldoznak ima közben, egyszerűen egy ilyen személyes odafordulás alapoz, nagyon komoly rituáléja van magának az imának. Eleve már a mecsetbe való belépés is egy különleges dolog, mégpedig ugye tisztátalan testtel és lélekkel nem lehet ugye imádkozni, és ezért ugye egy rituális mosakodás előzőnek. Ez azt jelenti, hogy meg van pontosan szabva, hogy először a kézfejet kell háromszor, aztán könyökig a kezet megmosni háromszor, majd pedig a lábat, lábnál ugyanezt először bokáig, aztán térdig megmosni a lábukat, majd ugye a hajukat is végig kell simítani, és ami nekünk egy kicsit furcsa és akár gusztustalan is lehet, a fülét és az orrát is ki kell tisztítani egy muszlimnak, mielőtt ugye imára menne. De ennél komolyabb megkötések is vannak, és ez nekünk magyaroknak is majd hoz fontos dolgokat a török korban. Mégpedig bizonyos események után teljes fürdőt kellett venni egy muszlimnak. Különben nem léphetett be a mecsetbe. Ilyen volt a nőknél például az, hogyha menstruáltak. Ilyen volt a gyerekszülés, mert akkor tisztátalannak számított a teste, addig, amíg a teljes fürdőt nem vette, addig ezt meg kellett tenni. És a nemi érintkezés is. Na most, ugye meg a következő előadás témája lesz a négy feleség. Hát ebből következik, hogy komoly megkötések vannak és szabályok, és egy férfi nem hanyagolhatja el egyik feleségét sem, és napra nap be vannak osztva a dolgok. Ezért ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag ezek a tisztasági fürdők, amik kialakultak is, azért ne felejtsük el. Milyen komoly mérnöki feladat ahhoz, hogy minden mecsetbe bevezessék a vizet, hogy ott legyen víz. Egyébként, hogyha a sivatagban volt valaki, akkor homokkal is lehetett tisztálkodni, és hogy fürdőket, tisztasági fürdőket alakítsanak ki a sivatag közepén. És az a fürdőkultúra, amire most olyan nagyon büszkék vagyunk itt Magyarországon, az részben a törökök, ugye igazából a vallást azt nem terjesztették itt nálunk el, viszont ami az ő életükön szükséges volt, a fürdőket, azokat mindenképpen kialakították, és az, hogy Budapesten is annyi fürdő kialakult, az részben ennek is köszönhető. És akkor ugye minden vallásnak és birodalomnak megvan egy fénykora, meg van egy olyan időszak, amikor kevesebbet ad az egész világ történetéhez. Az az egyszerű dolog, hogy ezek a rituális előírások megvoltak az ima előtt, az azt is hozta, hogy egy sokkal magasabb higiéniás szinten voltak a muszlim világban az emberek, mint mondjuk a korabeli Európában. Még, ugye még a Versailles-i kastély megépítésekor 14. Lajos is ugye néha keresztény ünnep, nagy ünnepek előtt és néha orvosa tanácsára megfürdött, addig a muszlimoknak folyamatosan tisztán kellett tartani a testüket, és például a nagy kolera járvány, ami megérkezik, vagy a nagy pestis járvány,
az keresztül jön a muszlim világon, de az igazi nagy pusztítást az Európába fogja véghez vinni. Azért, mert a muszlim világban ezek az alap dolgok, hogy naponta legalább 5-ször megmosom a kezem. Ez nem egy olyan fantasztikus dolog, nekünk már nem az. Ez ilyen változást tud hozni, vagy legalább mondjuk a nők havonta egyszer teljesen biztos, de hogyha volt nem érintkezés, akkor sokkal többször teljes fürdőt vettek. Tehát, hogy ez ugye nagyon sok ember életét megkímélte volna a keresztény világban, hogyha mondjuk ezek a higiéniás előírások, ezek számukra is ilyen fontosak lettek volna. No, tehát ugye volt a rituális mosakodás, és ezek után lehetett ugye az imát elvégezni. És ez egy nagyon érdekes dolog, de Muhammed kezdetektől a vallás kialakításánál az egyenlőségre megpróbált nagyon nagy hangsúlyt helyezni. Az egyik nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy az imá, ugye a kibla fallal szemben állni, biztos látott már mindenki ilyen képet, aki szépen érkeznek a muszlimok imára a mecsetbe, és egymás után szépen sorba fognak elhelyezkedni. És itt nem az számított, hogy ki az uralkodó, és ő fog az elsősorban imádkozni, hanem ki a leggyorsabb, ki a legbuzgóbb hívő, ki ér oda először, tehát lehet, hogy az emir az csak a 8. sorba imádkozott, pont azért, mert ugye itt ez teljesen demokratikusan történt, hogy elsősorban szépen felsorakoznak, és utána jön a következő sor. Ugye nagyon fontos rituálé szerint zajlik ennek a részleteiben, nem akarok belemenni, de ugye a fülük mellé emelik a kezüket, több meghajlás van, hogy ezeket rakhárnak hívják, és ugye a föld közelébe leborulnak. Na most ez már felekezeti kérdés, hogy az iszlámon belül is kialakultak különböző csoportok, hogy lerakják a hajlókat, vagy nem rakják, ez már ilyen részletkérdés. No, tehát megvan az ima, és ugye az imádkozás után minden imánál ki van jelölve az, hogy hány ilyen rakát, meghajlást kell véghez vinniük, és utána lehet távozni. De nem mindig van lehetőség arra, hogy mondjuk éppen valaki mecsetbe imádkozzon. Ha nem tud mecsetbe imádkozni, akkor ezt egy megtisztított helyen, ugye a sivatagban egy megtisztított kövön akár, vagy a későbbiekben ugye a textilipar ezért fejlődött olyan nagyon a muszlim világban, ugye erre lettek az imaszőnyegek, egy megtisztított helynek számított, és ezen akár otthon is imádkozott. Ha nem tudott pontos időben, a lényeg az volt, hogy a napi 5-ször ima meglegyen. De ha valaki kint jár arab országba, akkor azon nem kell, vagy muszlim országban nem kell meglepődni, hogyha nagyon buzgó hívő a buszsofőr, akkor ima idő közelében megáll a legközelebbi mecsetnél, el imádkozni, aki akar, az jó, mehet vele, és utána indul tovább a busz. A menetidő az nem számít. Tehát ennyi. Viszont van egy olyan ima, amit mindenképpen kellett közösségbe végezni. Ez is az első időszaknak a hozománya volt, hogy amivel Muhammed vallási és világi vezetője is volt a muszlim közösségnek. Ez a péntek déli ima az, amit mindenkinek közösségbe kell elvégezni, hiszen a közösség számára hasznos információk azok itt hangoztak el. És ugye az iszlám vallásnak a zöld a színe, és nem kell meglepődni azon, hogyha valaki egy muszlim országba jár, akkor ilyenkor még akár a mecset körül az utcán is zöld szőnyegek vannak leterítve, és azon közösségben imádkoznak. Ezeket a közösség számára is hasznos információkat, ugye van a minden mecsetben egy ilyen szószékszerű, minbárnak nevezett kis hát hely. Ide ugye az imámok léphetnek föl, akik a közösség vezető, és nagyon fontos,
hogy semmiféle papság nem alakult ki az iszlám világba. Ő inkább egy ilyen tanácsadó szerepét tölti be, semmilyen hatalma az emberek fölött nincs, tehát papság egyáltalán nincs a muszlim világba, és attól függően, hogy milyen rangú szeméről van szó, állhat föl a minbárnak a lépcsőfokai közül egyikre vagy másikra. A hetedikre csak Mohamed állhatott föl, úgyhogy az azóta is ott van a minbáron, de azóta nem nagyon használják. No, hát az imáról gyakorlatilag ennyi. Ja, még egy nagyon fontos dolog. Ugye a minden meccsetben külön részen imádkoznak a férfiak és a nők. Tehát ha egy család megy imádkozni, akkor egyik fele mehetnek a nők, a másik fele ugye a férfiak. Mi ennek az oka? Ugye lehetne azt mondani, hogy itt már látszik azt, hogy nőkkel másodlagos emberként válnak, abszolút nem erről van szó, hanem hát az emberi természet ismerete mutatkozik meg itt is. Ez azért van, hogy a hölgyek az urak figyelmét az imáról, avagy fordítva, ne vonják el. Nem használhatnak ilyenkor a hölgyek semmilyen, mondjuk, ha így mondanánk, hogy sminket, illatszereket, mert hát ugye a paravánon túlról is a csábító illatok esetleg átmehetnek, és ezért imádkoznak külön. Azért, ha megnézzük, akkor nagyon sok templomban hát nem csak a buzgó imádság miatt mentek a hölgyek és az urak, hanem ugye az ismerkedésnek is az egyik szintere volt. Mohamed úgy gondolta, hogy ez nem, ennek a szintere ne a meccset legyen. Tehát ezért elválasztva láthatjuk, hogy a meccseteket mondjuk két részre osztják, és így imádkoznak a férfiak és a nők. No. Hát ez a napi ötször ima a másik. Ja, és még egy fontos dolog. Nálunk is most már egyre több helyen látható az, hogy muszlimok üzemeltetnek ilyen hírószós vagy egyéb hát ilyen vendéglátóipari egységeket, és akár intézhetünk ügyet is az arab világba valahol, akkor egy dolgot nem szabad megtenni, mert erre nagyon érzékenyek. Nem lehet ima közben senkit megzavarni. Általában egy ima 5 percnél tovább nem tart. De hogyha a gíroszos akkor éppen, aki szőnyegén helyezkedik el, és éppen imádkozik, mert ugye meccsetben nem tud elmenni akkor, akkor a legnagyobb illetlenségnek számít az, hogy ha én azt mondom, hogy na, én is vagyok, én szeretném a gíroszomat kérni. Tehát, hogy ezt tiszteletbe kell tartani, ez ugyanígy van munkahelyeken is, ugye bármelyik muszlim országba megyünk, akkor ők munkaidőben is, lehet, hogy a saját kis szőnyegükön, lehet, hogy a, mondjuk egy irodába ki van alakítva külön pici imahely, de ezt elvégzik, és ekközben nem tudjuk a muszlimokat megzavarni. A harmadik alap pillér, ez a Ramadán havi böjt. Ugye a böjtnek minden nagy vallásban, mint a megtisztulás van szerepe, valószínűleg Mohamed is, zsidóktól és keresztényektől is látta azt, hogy ezt beépítették a vallásukba. Ezért náluk is itt van a böjt. De ez egy egészen más típusú böjt, mint akár a zsidó, akár nálunk ugye 40 napos böjt időszak. No, mi az oka, hogy a Ramadán, ugye egy fontos dolog, mondom, azt mindenki tudja, hogy a muszlim év az a holdév. Mi ugye napévvel számolunk, ugye ez 365 napos, ami 10 nappal rövidebb a holdév, ezért ugye a muszlim ünnepek mindig a mi időszámításunk szerint, vagy a mi évünkben vándorlónak vehetők, tehát mindig máskor van. A Ramadán hónap az egy szent hónap valahol a muszlimok számára, ugyanis az első kinyilatkoztatásai Mohamednek ebben a Ramadán hónapban érkeztek, és gyakorlatilag ezzel a bőjttel a vallásuk születését ünneplik a muszlimok.
Én ezt mindig olyan kicsit kétkedve fogadtam, amikor olvastam erről, de amikor egyszer voltam kint a Ramadán kezdetekor muszlim országban, akkor ezt tényleg láttam. Hogy a Ramadán kezdete előtti délután gyakorlatilag, mint nálunk egy ilyen húsvéti körmenet, kivonulnak az emberek az utcára, énekelnek, mondhatjuk azt, hogy buliznak, táncolnak, és várják azt, hogy elkezdődjön a bőti hónap. Hát nem tudom, hogy hányan szeretnek közületek böjtölni, ezt mindenkire rábízom, de azért egy megvonást, valaminek a megvonását azért eléggé kevés helyen szokták ünnepelni. Ráadásul ugye ez egy 28 napig tartó bőti időszak, ami azt jelenti, hogy napkeltétől napnyugtáig sem enni, sem inni, sem semmi élvezetet okozó dolgot művelni nem lehet. És akkor mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy neki mi jelent az élvezet, azt nem lehet csinálni. Tehát semmi ilyet nem lehet tenni, viszont napnyugtától napkeltéig ezt meg lehet tenni. És ugye nagyon érdekes az, hogyha belegondolunk, hogy azért ez az Arab-félszigeten született, amikor mondjuk, hogyha a nagyon hűvös hónapokat nézzük, akkor mondjuk csak 28 fok van, és hát száraz meleg. Ha mondjuk most a téli időszakot nézzük reggel 7:30-tól, mondjuk délután 4-ig, nem lehet inni, mert az evést azt azért még valahogy az ember megoldja. De ilyen melegben nem lehet inni, akkor az azért egy nagyon komoly próbatétel minden muszlim számára. És ezt nagyon keményen betartják. Tehát vannak kivételek. Például a krónikus betegeknek nem kell tartani a bojt időszakot, nem kell tartani a kisgyerekeknek. Általában 14 éves kor, de legtöbb muszlim országban azért már 8 éves kortól, aki szeretné, azt tarthatja. És nem kell böjtölnie az úton lévőknek sem. Tehát akik éppen akkor utaznak, ők máskor pótolják. Tehát a betegek, a gyerekek, vagy mondjuk a szoktatós, vagy terhes anyák, azoknak nem kell bepótolni, de az úton lévőknek be kell pótolni ezt a böjti időszakot. Hogyha megnézzük minden egyes esetben, amikor szomjas vagy éhes valaki a böjti időszakban, akkor teljesen biztos, és ezt Mohamed nagyon okosan kitalálta, hogy mit fog ma gondolni, azt, hogy én most a hitem miatt nem iszom, vagy nem eszem. Tehát van egy nagyon erős vallási összetartó ereje ennek a Ramadán havi bőjtnek, és a másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az egyenlőségre való törekvés itt is megnyilvánul, mégpedig azért, mert itt a koldus, meg az olajsejk az egyaránt nem eszik, nem iszik. És nagyon érdekes az utána, ugye a fitr, ugye ez a megtörése a bőtnek, ez este, amikor, tehát az egyik fontos dolog, ami ilyen inkább csak gyakorlati. Hogyha valaki muszlim országba utazik, akkor nézze meg, hogy Ramadán hónapban éj, avagy sem. Mert ilyenkor nagyon komoly hát problémákat okozhat az, hogyha valaki békésen az utcán nekiáll enni, ulatni. Mert ugye ez azért eléggé komoly megterhelés is, és hát a vallási érzékenységet is sérti. Általában ilyenkor nincsenek nyitva muszlim országban az éttermek, hát persze az ilyen multinacionális cégek azok nem tartják ezt be, de akkor érdemes arra odafigyelni, hogy azért ne az utca közepén étkezzen az ember, vagy igyon, és ezzel ugye konfliktusok elkerülhetők. A másik fontos dolog, hogy amikor a bőtnek a megtörése történik, akkor viszont ne akarom senki taxit fogni, mert hogy nem lesz. Tehát, hogy
akkor viszont megáll az életed több mint egy órára, és akkor mindenki iszik. És itt Mohamed még beletett egy olyan dolgot, hogy növelje a szociális érzékenységét az embereknek. Minden muszlimnak a kötelessége az, hogy ilyenkor nem maradjon éhes ember. Tehát akinek nem lenne mit enni, azokat vendégül látják. És hogyha ramadánkor van két az ember köztük, akkor 100%, hogy kapni fog meghívásokat, hogy gyere, egyél velünk. Nem tudják, hogy valaki szegénye vagy bármi egyéb, de meghívják magukhoz, és az egy öröm számukra, hogyha ezt elfogadják az emberek, és velük együtt étkeznek, mert itt tényleg odafigyelnek, és aki megteheti, az viszi ki az utcára az ételt, tehát vagy meghívják magukhoz az embereket, és nagyon sokan adakoznak ilyenkor, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy senki ne maradjon éhes. És ennek van azért egy másik szerepe is, mégpedig az, hogy ilyenkor azért azok, akik jobbmódúak, egy kicsit jobban át tudják érezni, hogy milyen lehet az, amikor nem a ramadán miatt nem eszem, hanem azért nem, mert nincs mit. És ez azért az adakozást segíti. Ezután jön az egyik legnagyobb, a második legnagyobb ünnepe az iszlám vallásnak, amikor lezárja a 28 napos bőjt időszak, akkor egyébként nagyon szépen a holdjárásához van igazítva, akkor kezdődik a bőjt, amikor az újholdat először megtekintik, és akkor ér véget, amikor újfent megtekintik, meglátják a holdcsarnot. És ezután jön egy háromnapos nagy ünnep, ami gyakorlatilag ezt hívják, hogy Eid el-Fitr, ami a bőjtnek az egész időszakának a befejezése, és hát azt lehet mondani, hogy szintén tényleg mindenkit megpróbálnak élelemmel ellátni, és hát mindenkik azt, hogy vége van a bőjti időszaknak, és megszületett a vallásuk. A negyedik alappillére az iszlám vallásnak az a zakát. Ez ugye talán azt lehetne mondani, hogy a szegények adójának a fizetése. De nem intézményesített formában. Hanem mindenkinél van szegényebb, és mindenki megkeresheti a saját környezetébe azt, akinek szeretné ezt a zakátot odaadni. Általában itt ilyen kapcsolatfelvétel van, tudom, hogy az utca végén lakik egy nagyon szegény család, és akkor nekik adakozom, amire nekik szükségük van azt. Tehát nem azt, amit én megmondtam, hanem amire nekik szükségük van, és ezt így közvetlenül oda lehet adni. A mértékét megszabták, hogy mindenkinek az éves jövedelmének, tehát az éves jövedelmet el kell osztani 12-ből, és annak a 10%-a az, amit oda kell adni zakátként. Nagyon sokan például a következő alappillérhez segítik hozzá az embereket, nagyon sokan úgy adakoznak, hogy a nagy zarándoklatra segítenek hozzá másokat. Tehát, hogy rengetegféle formában van. Csak olyan esetben viszik meccsetbe ezt a zakátot, hogyha senkit nem ismernek a környezetükbe, aki szegényebb lenne, vagy nem akarnak ezzel foglalkozni, ha bár ez már egy nem igazából dicséretes cselekedet, akkor viszik be, és keresik meg azt, hogy mondja meg ott a közösségnek a vezetője, az imám, hogy ki lenne az, akinek ő odaadhatná ezt a zakátot. No. És akkor a következő alappillér, ugye ez az ötödik nagy alappillér, ez pedig ugye a zarándoklat. Minden muszlimnak az életében egyszer
el kell zarándokolnia Mekkába. Ez a vallás kialakulásakor, amikor még nagyon közel éltek ugye a muszlimok Mekkához, akkor minden évben volt, aztán a későbbiekben ez átalakult, ugye most gyakorlatilag a világon mindenfele találunk muszlimokat. Ezért lett ez, hogy életében minden egyes hívőnek egyszer el kell zarándokolni a Mekkába. Ez az a zarándoklat, amit a nők férfi kísérő nélkül is megtehettek. Tehát a, például a nagymama idős már beteg is, de a család nem tudna férfi kísérőt is finanszírozni a mekkai zarándoklatra, akkor el lehet menni a nagymamának egyedül is, vagy bármelyik női tagjának a családnak. Ezt megint nagyon nagy örömként élik meg, hogyha valaki eljuthat a nagy zarándoklatra, és voltam két olyankor is, amikor éppen a zarándoklatra készültek, és gyakorlatilag egy kis településen is körbe hordozzák azokat, akik mennek a zarándoklatra, ekkor már rajtuk az a fehér lepel van, az ihrám, amiben ugye az utazást majd meg fogják ezt a zarándoklatot ejteni. És itt is ugye az, hogy alapelőtt mindenki egyenlő és a gazdasági helyzet nem számít. Ugye ez az ihrám, ez egy borratlan, fehér lepel, mindenkinek egyforma. Persze biztos, hogy az anyagában vannak különbségek, és az olajsejt, az egy kicsit finomabb anyagból lévőben fog utazni, de ugyanaz a fehér lepel, és ugye amikor látunk képeket Mekkáról a nagy zarándoklat alkalmából, akkor ugye mindenkit ebbe a fehér lepelbe látunk. Két ihrámja lehet mindenkinek. Az egyik, amíg elér Mekkának a 100 kilométeres körzetébe, ugye addig ezt viseli. Nagyon fontos megkötések vannak. Nem szabad állat vagy semmilyen élőlénynek az életét kiontani ez alatt az út alatt. Ez nagyon fontos, hát itt aztán komoly teológiai viták folytattak, hogy vajon mi van, ha az oroszlán jön szembe. Meg későbbiekben mivel, hogyha ugye a maláriát hordozó szúnyogról van szó, akkor nagyon csaphatom-e vagy sem, ez mind a mai napig tart. Hivatalosan nem lehet semmilyen élőlényt, állatot elpusztítani ez alatt az idő alatt, nem lehet káromkodni. És gyakorlatilag az út során nem lehet például az férfiaknak az arcszőrzését, mert a nőknek sem, de a férfiaknak írták, akkor hajdanán elő, tehát nem lehet levágni semmilyen szőrzetet. És amikor meg a 100 kilométeres körzetébe értek, akkor veszik fel ezt a második ihrámot, és ebben kell magát a zarándoklatot véghez vinni. Ennek is nagyon komoly lépései vannak. És ebből nagyon sok konfliktus adódott, főleg a 18-19. Században, ami ugye a nagy utazásoknak a kora a világon, hogy itt az európai arisztokraták is megtették azt, hogy bejárták a világot. És hát minden egy érdekes hely, meg egy másik vallás születésének a helyszíne. Ugye Mekka meglátogatására is többen kísérletet tettek, aminek eléggé csúfos lett a vége. Ugyanis Mekkában, Medinában a muszlimok úgy gondolják, hogy csak muszlim mehet ide. Tehát oda más vallású nem léphet be. Ezért például nagyon sok repülőgépen, ha a Mekka fölött repülne el a repülőgép, akkor be kell sötétíteni az ablakokat. Tehát, hogy nem lehet még ránézni sem hitetlennek. És ez nagyon egyszerű dolog, hiába akarna az Amerikai Egyesült Államok elnöke Szaúd-Arábia látogatása során mondjuk elmenni Mekkába, nem léphet be. Pontosan ezért a megszervezés az úgy történik, hogy a muszlim közösségek értesítéseket küldenek a Mekkában, mert vannak úgynevezett zarándoklat vezetők, és csak muszlimok mehetnek be.
ha valaki gazdasági ügyeit intézni szeretné mondjuk Szaúd-Arábiában, akkor nagyon-nagyon nehezen fog vízumot kapni, mert már ez is eléggé korlátozott, hogy nem muszlimok beléphetnek eleve a Szaúd-Arábiába, nem aztán véletlenül oda tévedjenek. És általában, főleg ez mondom a 18-19. Században általános volt, hogy többen megpróbálkoztak ezzel, hogy bemenjenek, általában tudatlanság miatt, tehát nem direkt akartak ők, hanem körül szerettek volna nézni a világba, akkor elmegyünk Mekkába is. És ha kiderült, hogy nem muszlimunk, ennek általában az életükkel fizettek. Tehát, hogy ezt nagyon komolyan veszik mind a mai napig. Tehát az ajándoklatot is így szervezik meg, hogy egy muszlim közösség ajánlásával mehet csak valaki a nagy zarándoklatra, ami eléggé sok lépésből áll. A muszlim évnek az utolsó hónapjának az első 10 napjában van a nagy zarándoklatnak az ideje, tehát ez időhöz kötött. Nem lehet akármikor menni Mekkába zarándoklatra. Ez egy kis zarándoklat is, de az nem, tehát az nem jelenti azt, hogy a kötelességét egy muszlim teljesítette volna, az inkább ilyen felkészülő szokott lenni. No, tehát 10 nap alatt lesz ez a nagy zarándoklat, és most általában 3-4 millió ember van ebben a 10 napban Mekkában. Ennyi szálloda nincsen Mekka és környékén. Általában egy sátortengert építenek föl Mekka környezetébe. Szálloda árai azok iszonyatosan magasak ilyenkor, tehát nagyon keveseknek van arra lehetőségük, hogy mondjuk tényleg ilyen helyre eljussanak, tehát sátortenger van. Ezek is fehér sátrak, lehet képeket látni róla, hogy tényleg ilyenkor megtelik a város. Nagyon nehéz ennek a megszervezése. Gyakorlatilag egyetlen egy olyan nagy zarándoklat nincs, ami ne kerülne ember életbe. Ekkora tömeget logisztikával megoldva, minden probléma nélkül eljuttatni a különböző helyekre, ez nagyon-nagyon komoly feladat, és mind a mai napig nem sikerült tökéletesen megoldani. Volt, amikor híd szakadt le azért, mert annyian voltak rajta, tehát sokszor vannak balesetek egy ilyen nagyzarándoklat alkalmával. Az első lépés a nagyzarándoklat alatt, amikor Mekkába megérkeznek az első nap, itt külön van a hölgyeknek és az uraknak idő, hogy körbe futják a Kába követ hétszer, kialakult egy csodálatos nagy mecset a Kába kő körül, és ilyen kis spirál alakba próbálják, hogy minél közelebb kerüljenek a Kába kőhöz, és már ez is ugye a baleseteknek a forrása lehet. Viszont aki egészségi állapotában kicsit korlátozott, van lehetőség arra, hogyha ő nem tudja a saját lábon körbefutni, akkor őket szokták ilyen hord ágyakon vagy hordszékeken körbevinni, hogy ez ne akadályozza meg a kötelességének a teljesítésében. Ezek után a következő fontos lépés a nagy zarándoklatnak az, hogy elmennek ahhoz a Hírahegy közeli barlanghoz, ahol Mohamednek az első kinyilatkoztatásai érkeztek, és ott elmélkedéssel töltenek egy éjszakát. Általában egy napot is, meg egy éjszakát is, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor ők a saját vallásukról elmélkednek, általában a Koránt olvasnak, recitálnak, és igazából ez az egy nap, ez az elmélyülésnek az időszaka. Aztán nagyon fontos elem az zarándoklatnak, bocsánat, ez lett volna a második, mert nem is összoda mennek, hanem van a Zemzem forrás. A Kába kő és a Zemzem forrás között hétszer ugyanígy végigfutják az utat. És amikor a Hírahegytől visszaérkeznek,
akkor vannak olyan kőoszlopok, amit megdobálnak. Ez azért van, mert ezzel is mutatják azt, hogy a hajdani bálványimádást felszámolták, és már ez az ő vallásuknak nem eleme, tehát ezt megdobálják, és ezek után újra visszaérkeznek a kábakőhöz, és ezt megint hétszer körbefutják, és gyakorlatilag ezt kell 10 napra 3-4 millió embernek megszerezni. Ezek után következik a legnagyobb ünnepe a muszlimoknak. Ez ugye a nagyzarándoklat után egy 5 napos nagy ünnep, amikor állatáldozatot mutatnak, de ez nem igazából áldozat, hanem inkább azt mondanám, hogy a bármilyen lépését az zarándoklat vezető ellenére eltévesztették volna ennek a zarándoklatnak, valami hibát elkövettek, hanem ne találták valaki a lábukra lépett és elkáromkodták magukat, akkor ennek a bűnnek a nagyságával egyenes arányban állatot kell levágnia, és azt nálánál szegényebbekkel, vagy bárkivel, aki rászorul, el kell fogyasztani. Na most itt ez egy iszonyatos nagy probléma volt, hát ugye itt a kecskétől a tevéig egy ember attól függ, hogy mennyit vétkezett, ugye feláldozta az állatot, de mit csinálnak ilyen nyúlsan? Tehát azért egy tevét én nem tudnék megenni, biztos, hogy van, aki úgy gondolja, hogy ez alatt az 5 nap alatt elfogyasztja, de még hogyha 10 vannak az ember körül, akkor is nagy gond. Az első időben nagyon sokan nem a zarándoklat miatt mentek Mekkába, elnézést kérek, hogy ez esetleg sértene, hanem azért, mert a végén lévő ünnepnél tudti, hogy jól lakott. Tehát ott mindenki. Ekkor ugye mindenképpen a különböző eltartási formákat megpróbálták megtenni, és gyakorlatilag hetekig, hónapokig a környéken élők ezekből a szárított vagy füstölt húsokból éltek, és volt mit adni a szegényebbeknek is. És nagyon-nagyon fontos az, hogy most már komoly, tehát Mekkának legnagyobb gyár, azok a hűtőgyárak. Amik ugye most már tudjuk akár konzerv formájában, akár lehűtve, és ezek, amik itt megmaradnak, húsok, azok minden, mind adományként jutnak el a szegényebbekhez. És ez ugye az az 5 alappillér, tehát a hitnek a kinyilatkoztatása, a napi ötször ima, a ramadán havi bőjt, ugye a zakát, és hogy életükbe egyszer el kell zarándokolni Mekkába, ez az, amit minden hívőnek kötelező megtennie. Ezért mondtam azt, hogy ez egy életmódvallás. Nem hittételeket kell elfogadni, természetesen a Koránban leírtak azok nagyon fontos szabályai az ő egyéb részének az életüknek, de aki ezeket követi, az gyakorlatilag hívő muszlimnak számít. Na most, ugye a maga ez az 5 alappillér is, az iszlám vallásnak a szent könyvéből, ugye a Koránban van összefoglalva. Akit érdekel, ugye magyar fordításban Simon Robert fordítását tudnám ajánlani, megszerezhető. De a Korán hivatalosan ugye Allahnak a szava, amit Mohamed proféta közvetített az emberek fele. És onnantól kezdve, hogy ezt lefordítják, azt már értelmezésnek veszik. Tehát minden muszlim a világ bármilyen pontján arabul kellene, vagy kell, hogy olvassa a Koránt, vagy tudja azokat a fontos szúrákat, ugye ez a Koránnak a fejezetei, ami szerint neki a mindennapi életét kéne levonítani. Egyetlen egy fordítást fogadtak el
az iszlám jogtudósok érvényesnek, mégpedig a törököt. Ugye a későbbiekben a kalifa szerepét is átvette a szultán, a török szultán, és ezt az egyfordítást azt mondják, hogy na ez még lehet, de alapjában véve arabul kéne ismerni, és ugye arabul is íródott. Erről a koráról azért szeretnék pár gondolatot elmondani. Mohamed halála után gyűjtötték össze az ő kinyilatkoztatásait. Hogyan? Hát akkor még a legtöbb ember élt Mohamed környezetében. Amikor már Medinába költözött Mohamed, akkor már volt mellette irodák. Tehát már akkor ott, amit mondott Mohamed, azt lejegyezték. De a mekkai kinyilatkoztatásokat, amik inkább a vallás lényegére vonatkoznak, míg ugye a medinai szúrák, ugye 114 szúrából vagy fejezetből áll maga a Korán, azok inkább életmódbeli, erkölcsi szabályok, az emberek mindennapi együttélését szabályozó dolgok voltak, még ugye az első nyilatkoztatások voltak azok, amik a leginkább a vallás lényegére vonatkoztak, ezek egyébként rövidek is. Nem tudtak megegyezni abban, hogy hogyan is rakják a szúrákat egymás után, és végül is egy olyan kompromisszum született, hogy hosszúsági sorrendben vannak a szúrák. Ez viszont ugye a történetiséget teljesen felborítja, mert pont a végén vannak a mekkai szúrák többségében, amik rövidek, és az elején vannak azok a szúrák, amelyek hosszúak. Kivétel az első szúra, ugye ez a Fátiha, ez a nyitó szúra, ami minden egyes koránból gyönyörű szépen díszesen van megírva. Ez az, amit az imamkor is mindig elmondanak a muszlimok. És ezért nem szabad elvárni a korántól olyan történetiséget mondjuk, mint amit a Bibliában megtalálhatunk. Tehát nem a világ keletkezésétől fogják ugye szépen sorban elmesélni a történteket, hanem ebből következik, hogy eléggé nehéz kiigazodni azon, hogy mi, mikor történt, hogy történt, tehát hosszúság szerint vannak a szúrák. Ne lepődjünk meg azon, hogyha mondjuk egy eredeti koránt egy muszlim nem szívesen adja a kezéből. Nagyon sokszor így gondolják, hogy hitetlennek ezt a szent könyvet nem lehet érinteni. Én amikor először voltam kint, és még nagyon fiatal voltam, és sok mindenben tudatlan, akkor próbáltam menni. És ránéztek, és nem adtak. Tehát ott volt kirakva 80 korán, az utcán árulta, de én nem vehettem meg. Tehát ez egy olyan dolog, amit nekünk talán furcsa. Mert mi szívesen odaadjuk a Bibliát, hogy olvasd csak, az a jó, hogyha minél többet olvasgatod, de ők ezt másként kezelik. Tehát ezért ezzel nem kell megsértődnünk, ezt lehet tiszteletben, én inkább azt mondom, ezt tiszteletben kell tartani, tiszteletben illene tartani, hogy akkor egy koránnal hát egy korán nem adnak ki. No. Hát a koránról gyakorlatilag ennyi. És aztán a kérdéseket szívesen fogadok. És hát egy olyan kérdést mindenképpen szeretnék érinteni, ami lehet, hogy heves vitákat fog kiváltani, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy minden muszlimnak épp ugye az öt alappillér egyike, pedig hát ez már a hatodik kérdés, hogy legyen akkor, az a dzsihád, ugye a szent háború. A szent háborút eléggé félreértelmezik a nyugati világban, és elővéve szúrákat is, amiben ugye leírják azt is, hogy a pogányokat írtani kell. Ez nem teljesen így van. Tehát a dzsihád, a szent háború, az elsősorban a muszlim embernek magával kell megvívnia.
Tehát ez egy lelki belső vívódás, ami minél tökéletesebben betartja azokat az előírásokat, amit a koránban megtesz. Vagy tollal is meg lehet tenni, amikor én ismeretet, bárki ismeretet terjesztés mondjuk el, leírja mások számára azt, hogy mik a követendők egy muszlimnak. És hát természetesen megvan az a szúra is, amikor a pogányokat írtani kell. De a pogányság az a korabeli arab világban, tehát ott Mekka és Medina környezetében a bálvány imádókat jelenti a Korán szerint. Tehát nem a keresztényeket vagy a zsidókat, ugyanis az egyisten hívő vallásokat a muszlimok a könyvek népének hívja, és a könyvek népei különleges figyelmet és megbecsülést élveznek. Általában, amikor megindult az arab hódítás is, akkor a zsidó és a keresztény közösségek megőrizhették a templomaikat, zsinagógáikat, és megvédték őket, akár más hitetlenekkel szemben is a muszlimok. Lehet azt mondani, hogy ez most egy ilyen nagyon rózsaszín kép, de ha megnézzük a történetiséget, akkor ez van. Ennek nem csak vallási oka van, de Muhammed pont azért, mert maga a vallása is tudta, hogy nagyon sok olyan elemet tartalmaz, ami a zsidó és a keresztény vallásból átvétel, ezért eleve nem viseltetett ellenségesen sem a zsidók, sem a keresztények fele. Nagyon nagy kudarcként élte meg egyébként Muhammed az, hogy a Medinában lévő zsidóknak csak nagyon kis része tért át az iszlám vallásra. Tehát egy részük áttért, de a többség az megmaradt a saját zsidó vallásánál, és amikor az arab állam kialakult, akkor már ezek a közösségek külön védelmet élveztek. És a későbbiekben, ahogy az arab hódítások megindulnak, a monoteista vallások híveit azt mindig védelem alá helyezték. Tehát ez kifejezetten a politeizmus ellen, vagy a bálványimádás ellen irányult, amit a Koránban egy szóraként látunk, és nem pedig az egyisten hívő vallásokkal szemben. Későbbiekben az arab birodalomnak nem volt gazdasági érdeke a keresztények zsidók kiirtása, hiszen amikor meghódították, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy alig 100 év alatt az Atlanti-óceántól Kínáig a közel- és távol-kelet térségét, vagy a földközi tengermedencéjét, mondjuk az észak, bocsánat, a földközi tengernek a déli részét, akkor ugye a muszlimok más adót fizettek, mint a nem muszlimok. A muszlimok kevesebb adót fizettek, ők csak a fejadót fizették, a földadót csak a nem muszlimoknak kellett. Tehát gazdasági érdekük sem fűződött ahhoz, hogy kiírtsák az ott élőket. És azt gondolom, ja, és egy nagyon fontos dolog, a dzsihád az a muszlim közösség védelmében folytatott háborút jelentette. Ez a Koránból is egyértelműen kiderül. Ez mit jelent? Amikor dzsihádot hirdettek, például amikor az amerikaiak megtámadták Irakot, akkor mit mondtak? Hogy mi megvédjük a muszlimokat a nem muszlimoknak a beavatkozásával szemben. És egyöntetően, és ez egy nagyon fontos dolog, amit érdemes megérteni, hogy egy muszlim először muszlim. Itt a muszlimok számára a vallás az elsődleges. És az, hogy ő iraki, vagy szaudarábiai, vagy egyiptom, az x-edik kérdés. És ezért van az, hogy ez nekünk olyan furcsa, mert mi elsősorban magyarok vagyunk, vagy hát mindenki tudja, hogy. De a nyugati világban számít, és a nacionalizmus ugyancsak sokkal később alakít, de fontosabb dolog, mint hogy én keresztény vagyok, vagy a kereszténységnek melyik felekezetét
vallom a magaménak, tehát elsősorban vagyok magyar, és aztán utána akármilyen. És ez egy óriási különbség, hogy nem, ők elsősorban muszlimok, és minden utána következik. És ez egy más szemléletet eredményez. Tehát a közösség védelmében folytatott háborút tartották ők igazából dzsihádnak. Természetesen az, hogy a hitet terjeszteni akarták, mert ők mint minden vallás hívője saját hitet tartja az igaznak. De nem az ülés volt az elsődleges ebben, hanem a vallásnak a terjesztése. No, hát én gyakorlatilag ebben az első részben ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szívesen fogadom a kérdéseket. Ja, még egy fontos dolog. Két nagy irányzata van az iszlám vallásnak, és rengeteg pici. De én erről a két irányzatról, hogy ennek a lényegét lehessen érteni, nagyon röviden még mondani. Ugye a szuniták és a síták, ez a két nagy irányzat, ami gyakorlatilag Mohamed halála után nagyon gyorsan kialakult. Mi volt az alapvető probléma? Az, hogy Mohamed különleges szerepet vitt annak ellenére, hogy ő az arab birodalom első vezetőjének számított. Ő volt a vallási vezető is, és ő az, aki próféta is volt. De mi van Mohamed halála után? Ugye nagyon hirtelen halt meg Mohamed, ő maga nem is rendezte ezeket a kérdéseket, kilép utána a helyébe. Vagy ki lesz a következő? Hogy a Khalifa mögött szóból származik a kalifa kifejezésünk, ami ugye a Mohamed mögött lévőket, a Mohamed után következőket jelenti. Ugye nagyon gyorsan Mohamed halála után kialakult az, hogy közmegegyezéssel válasszák meg a birodalomnak a vezetőjét. Az első két úgynevezett ortodox kalifa így is került megválasztásra. Abu Bakr és Omar mindenki által tisztelt ember volt, és az ő vezető szerepüket elfogadták. A későbbiekben azonban még az utolsó két kalifát, Oszmánt és Alit is közmegegyezéssel választják meg, azért is hívják őket úgy, hogy a négy ortodox kalifa. Viszont Ali egy különleges dolog, egy különleges személy, hogy a Mohamednek Khadija halála után 9 felesége volt. Van ez így. Ezek általában politikai szövetséget jelentettek, de amíg Khadija élt, addig nem volt más felesége. Tehát addig tiszteletbe tartotta Khadijat. Utána pedig törzsekkel való szövetségkötésként ugye feleségül vett innen hölgyeket. Ennek ellenére 9 gyermeke született, de a 9 gyermekből összvisz egy lány, Fatima érte el a felnőtt kort, és ugye többiek nem. És Ali az ő fia volt, tehát Fatimának a fia. És Ali már egy nagyon nehéz helyzetbe került ugye a kalifai tisztségbe, és aztán majd meg is gyilkolják. Amit tudni kell erről, hogy az ő szerepénél lett igazából kérdés az, hogy no, ki legyen az utód. És itt Alinál azt mondták, hogy legyen az az utód, és ők a síták, akik Mohamednek a leszármazottja. De ezt a másik irányzat, a szunniták nem fogadják el, miért is? Számít az, hogy ki a rokon? A Mohamed a proféták pecsétje és kinyilatkoztatás utána már nem érkezhet, akkor nem számít, hogy ki a rokon. Tehát a szunniták azt mondják, hogy a közmegegyezés a lényeg, ez a nagy irányzat, hogy a hagyományokhoz jobban ragaszkodók, a síták azok, akik azt mondják, hogy Mohamed vér szerinti leszármazottai legyenek az utódok. És aztán majd ugye a síták nagyon sok kis részre hátba szakadnak, és hát a legnagyobb gond az volt, hogy gyakorlatilag 7 biztos leszármazottat lehetett a sítáknak is kimutatniuk,
Viszont az alapirodalom is egy más fázisba lépett, és a dinasztikus öröklődés ezen kívül fog megindulni. Tehát ez a két nagy irányzat gyakorlatilag ezért alakult ki. Hogy számít az, hogy kinek van vérségi kapcsolata Mohamednek, akik azt mondják, hogy igen, azok a síták, és a szuniták pedig azok, akik azt mondják, hogy mivel nincsen Mohamed után több kinyilatkoztatás, teljesen lényegtelen, akit a közösség a legalkalmasabbnak tartja. Igen? Csak szeretném megjegyezni, hogy ez nem úgy van, hogy én úgy döntök, hogy ez vagy az, hanem beleszületek egy ilyen családba. Persze, csak azt mondom, hogy az elején ez így alakult, én csak az alapokat szerettem volna. Persze. No, és akkor... Akkor egy kicsit, hogy miért is szerettem volna én erről a témáról beszélni. Az egyik az, hogy nagyon sok tévhit van. Nagyon sok rossz, negatív megítélése van a muszlim világnak. Ennek azt gondolom, hogy ma politikai okai vannak, minden vallásnak vannak olyan időszakai, amikor az agresszívabb politikai irányzatok képviselők lépnek előtérbe. De az iszlám vallásban a békességre törekvés és egy olyan erkölcsi értéket átadása az utódoknak mind a mai napig nagyon fontos. És ugye a 7. században született ez a vallás. Ugye most már több mint 1300 éves vallásról beszélünk. Az, hogy most milyen politikai helyzet van, erről lehetne körülbelül 10 előadást tartani, hogy miért alakult az ki, ami most van. De én azt azért szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy az, hogy hogy köszönnek az emberek egymásnak, ennek azért van jelentősége. És az, hogy Szálem aleikum, ezt gondolom mindenki hallotta már, ez amit jelent, hogy béke nektek. Aleikum a szalám, nektek is béke, ugye így köszönnek vissza. Ami azért mutatja ennek a vallásnak az alap jellegzetességét is. Az, hogy minden vallást főleg politikai célokra használni, ez nem meglepő szerintem egyikünk számára sem. Mert rengeteg mindent lehet, én csak egy dolgon csodálkozom, hogy lehet bármelyik oldalon, bármikor, egyrészt miért kell mindig győzni és hadakozni egymással, és hogy lehet embereket olyan szinten fanatizálni bárhol, amikor nem a tettek alapján ítéljük meg a másikat, hanem a bőre színe szerint, a vallása szerint, vagy bármi egyéb, vagy a szexuális beállítottsága miatt. Azt gondolom, hogy az lehet egy ilyen előadás sorozatnak a célja, hogy próbáljuk egy kicsit az ő szemükkel is nézni a világot, és én amiben hinnék, az lenne, hogy ha sok ilyen előadás lenne, és a fordítottja is meg lenne, hogy a most itt lévő esetleg muszlimoknak a kereszténységről tartanánk előadásokat, hogy mi mit gondolunk másképp, mint ők, akkor sokkal közelebb vezetne az egymás megértéséhez. Hogy mindannyian különbözőek vagyunk, de azt gondolom, hogy az ismeretek lehetnek azok, amik megtaníthatnának bennünket egymás mellett élni. Lehet erről vitatkozni, hogy jó-e az, ami most van. Ez van. Mi a megoldás? Az, hogy kiértjük egymást, vagy az, hogy megpróbáljuk egymást megérteni, és megtanulunk egymás mellett élni. Én azt látnám ennek a helyzetnek az egyik nagyon fontos elemének, hogyha mind a két oldalról rengeteg ismeretterjesztés lenne. És majd a következő részben csomó ilyenről beszélek, hogy egy csomó olyan konfliktus hogy alakul ki, ami abból ered, hogy mások a szokásaink. De attól, hogy mások a szokásaink, hogy megértjük, hogy miért mások azok a szokások, meg tudjuk, hogy azok a szokások náluk miért fontosak, akkor könnyebb lenne megtanulni egymás mellett, mint mind a két oldalon.
és mind a két részről. És hát csak egy kis megjegyzés. Én mindig vártam arra, hogy elvégezzem a kulturális antropológia szakot, hogy minél több kultúrával ismerkedhessek meg, és értsem meg az ott élőknek a gondolkodását. A nagy migráns válság közepén Pártnok és Kormányunk megszüntette a kulturális antropológia szakot. Miért lenne szükség arra, hogy megértsük egymást? No. Hát akkor várom a kérdést. Láttam, hogy felraktad a kezed, kocsit. Nem? Igen. Ugye a mostani iszlámmal kapcsolatos retorikában én többször találkoztam a Sharia törvénnyel, és erre szeretnék kérdezni, hogy ez micsoda, mert nekem ez egy ilyen fekete volt. Ugye a Korán van már vannak olyan vonatkozások, amit jogi természetben gyakorlatilag a muszlim jogot hívják így, hogy Sharia, ez a törvény. És ebben a mindennapi egymás mellett élésnek a szabályai vannak lefektetve, például, hogy kell házasodni, hogy milyen az örökösödés, tehát a Sharia ez maga a törvényt jelenti, azt a jogot, ami a muszlimok számára, a vallási jogot. Ugye? Azért van mufti meg kádi, mert az egyik a vallásjoggal foglalkozik, a másik pedig akár az emberek egymás közötti egyéb problémáival, ami nem vallási jelleg. A Sari az a törvény, ami mind a kettőt valahol szabályozza. Ugyan? Más? Aztán tudok kérdezni. Mohamed tudta magáról, hogy proféta, tehát vagy törekedett, akart az lenni, hogy változzál? Hogy változzál? Én ugye mondtam, hogy látta a különbözőségeket, és azt gondolom, hogy azoknak a történelmi személyiségeknek a sorába tartozik, aki szerette volna a körülötte lévő emberek életét jobbá tenni. És ő tudatosan fölvállalta ezt a szerepet, és nagyon komoly társadalmi mondandója is volt ilyen szempontból, de leginkább erkölcsi a körülötte lévő világban élőkkel, és ezért alakult ki gyakorlatilag maga a vallás is. Tehát ugye ő tudatosan fölvállalta ezt a... magát azzal, vagy a környezete segített hozzá? Hát az első kinyilatkoztatás, ha most a muszlim álláspontot nézzük, akkor Allah tette hozzá profétává, de ő tökéletesen tudta, hogy ő a proféta, és őt követi. Hát, most itt mit szeretne a vallási, akkor egyértelműen Allah profétája, és azért, mert Allah ezt szerette volna, hogy a környezetében meg nyilvánuló erkölcstelenségek és igazságtalanságok szembe föllépő személy, ha történelmileg nézzük. De enélkül az isteni eredet, vagy isteni kinyilatkoztatás nélkül valószínűleg nem. Tehát ő magát tette ezzel, nem tudom másképp mondani. Tehát, hogy... Még egy kérdésem lenne, hogy ez a bizonyos zarándoklat, ez hasonló a keresztények zarándoklásához, amikor gyalogosan teszik meg az utat, vagy itt már más a módszer? Bármilyen módszerrel lehet. Bármilyen módszerrel lehet. Hát most már gyalogosan kevésbé lehet, mondjuk, tudom én, az Egyesült Államokba eljutni, de nem. Csak például nem ez az utolsó 100 kilométerre gondoltam esetleg. Legtöbben gyalog teszik meg, de nem ez a lényege. De nem ez a lényege, hogy gyalog menjenek. Tehát nem nincs egy ilyen elkaminó jellege, ilyen jellege a dolognak. Igen? Nekem az lenne a kérdésem, amit nem igazán értek, hogy lehet, hogy álhír, nem tudom, hogy állítólag a vahabiták Szaúd-Arábiában nem hisznek a Kába szentségében, és csak gazdasági szempontból hagyják. Ez mindig ugye a vahabiták közösség az a 18-19. Század fordult ki, ez egy ilyen forradalmi megújulását akarta magának az iszlám vallásnak. Ezeknek az irányzatoknak, tehát a Kába szentsége, ez egy muszlim számára nem kérdés.
lehet, persze, hogy van gazdasági jelleg, az első pillanatok kezdve, a megegyezésnek is. Mohamed tudta, hogyha csak akkor fogadják el őt a mekkaiak, hogyha a Kábának a szerepe az megmarad, és ők gazdaságilag nem kerülnek rosszabb helyzetbe. Mohamed ügyes államférfi is volt. Hát akkor a vahabiták is így vannak benne, hogy ők nem hisznek benne, de vagyják, hogy a többiek higgyenek. Hát ezt azért így nem mondanám, mert a vahabiták is egy muszlim közösség, és akit nem tartja a Kábát szentnek, az meg nem lehet muszlim. Állítólag az egyik legszigorúbb közösség. Hát ilyen szempontból szigorú, hát jó. Erről nem konzervatívabb vagy? Legkonzervatívabb ez itt talán jó, de ők pont a megújulását szerették volna elérni ezzel az iszlámnak, amit nem sikerült. Igazából egyetlen egy ilyen kisebb közösség sem, ilyen forradalmi irányzat nem tudott komolyan terekni az iszlámba. Hát igen, a proféták korra bejárt. Igen? És én azt szeretném kérdezni, hogy mi volt a vahabiták forradalmának vagy reformjának a lényege? A vahabiták reformjának a lényege az volt, hogy a 18-19. Században ugye a török felhatóság alatt volt ugye ez a része is, tehát a Szaúd-arábiai térség is, tehát az Arab-félsziget térsége is. Tehát az Arab-félsziget is ilyen volt, és szerették volna, inkább azt mondanám, hogy a vahabiták azok ilyen arab nacionalisták voltak, hogy újra visszakerüljön az arabok kezébe az irányítás, és ne a törököké. Miért tették ezt meg? Mert ugye a 18-19. Században a török birodalom már eléggé gyenge volt, és volt ott egy ilyen Mohamed Ali is 19. század elején, aki ugyanezt akarta, csak hát a nagyhatalmaknak akkor nem ez volt az érdeke. Nem akar, tehát akkor még szükség volt, mint ellenpont a török birodalomra. Tehát a vahabiták épp ugye az arab világ kezébe akarták volna visszatenni ugye a vallás központi jellegét. És hogy arabok legyenek, az irányítók, nem pedig a török szultán. Tehát ez is a politika volt. Tessék? Tehát ez is a politika volt. Lehetne ezt is mondani. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ez a Mohamed lehet, hogy nagyon buta kérdés, de nem értem, az egy húsvér ember, egy valóságos ember volt, vagy mint a Jézus, akiben hiszünk, de ugye soha senki nem Jézusnak a történelmi szereplét sem vitatnám el, tehát azért eléggé sok korabeli forrás van szerepelő is, és nem csak a Bibliában, de ő egy húsvér ember volt. Ez teljesen egyértelmű. Köszönöm szépen. Igen? Én elsősorban azt szeretném kérdezni, ha valamit rosszul fejezem ki, akkor elnézést kérek. Én egy bevándorló vagyok, 30 éve itt élek Magyarországon. És honnan bevándorló? Az majd következő. Nehogy valami kérdés legyen az emberek fejében, hogy hova tartozik, mihez tartozik. Az előadásnak a célja nagyjából elmondta, nem tudom, hogy a kultúrák egymást ismerjenek, illetve vallások egymást ismerjenek, és akkor közelebb kerülnek egymáshoz. Kicsit ellentmondás. Tudnak egymás felett élni, nem biztos, hogy közelebb kerülnek, de tudnak egymás felett élni. Igen. De általában én olyan dolgokat tapasztaltam, Koránra hivatkozva, vagy Bibliára hivatkozva, vagy Tórára hivatkozva, hogy elég messze vannak egymástól. Én nekem minden az jut eszembe, hogy a magyarokat románokkal, törököket görögökkel, vagy kurdokkal összehozni, közelíteni, elég nehéz dolog. De nagyon hosszú, nagyon bő téma, iszlámról beszélni. A következő előadásra nem fogok tudni jönni, mert tüntetni fogok meg. Szerencsétlen számomra. Ezt én felejtettem el a Gergőtől megkérdezni, mert bennem is volt egy ilyen, hogy
hogy most ez meg lesz két tartva, vagy pedig tüntetés lesz helyette, de nem tudom, hogy... Nagyon jó lenne, ez a saját véleményem, nagyon jó lenne egy későbbi időszakban, vagy egy másik napra. Hadd kérdezem meg, hányan jönnének a következőre, és hány, jó, először ennyi, és hányokat zavar az, hogy éppen tüntetni is mennének? Hát az egyszerű. Jó, hát mert akkor szerintem az időpont az változik. Ja, most figyelj, hogy van egy beépített ember. Bocsánat, még szeretnék egy kérdést tenni. Azt mondta, hogy az iszlámban az egyenlőség nagyon fontos. Igen. És erre építette mindent a Muhammed, a profétát. Igen. Igen. És a férfiaknak egy háremet lehet tenni. Egy nő, négy nő. Én úgy tudom, hogy nem négy, hanem annyi nőt vehet feleségül. Négyet vehet feleségül, és lehet számtalan ágyasa. Nem az ágyasakról beszélek, és úgy is magyarázzák, hogy annyi nőt vehetes feleségül, amennyit elsősorban anyagilag tud ellátni, másodjára. Nem, mindegy... max négy. Nincs kérdés. Jó. Én nem vagyok arab, azért másképp tudom, másképp gondolkozom. Egy dolog például, hogy Törökországban török nyelvű Korán tiltva van a vallási ügyek hivatala által, és egy időben azt is próbáltak, hogy törökül legyen az azán, az imád a hívás, azt is úgy, hogy egy javul dolog meg minden, és azt is tiltották. De ha egyenlőségre törekedett a Mohammed, akkor miért nincsen nőknek is olyan joguk, hogy legyen több férjük? Jó, erről a következő alkalom, de akkor én erre csak nagyon röviden. Miért alakult ki Mohammed idejében ez a, tehát miért kellett ezt az engedményt tenni? Ott voltak a gazok, amiről beszéltem. A törzsek egymással harcoltak az oázisokért. Kik harcoltak? A férfiak. Sokkal nagyobb volt a férfi veszteség aránya, mint a női a gazok alatt. Kevesebb férfi volt, mint amennyi nő. Tehát ez nagyon egyszerűen azért alakult ott ki, hogy a népszaporulat az megmaradhasson egy magasabb szinten. Tehát ennek nem vallási oka volt alapjában végül, hanem egy ilyen technikai dolog, hogy sokkal többen haltak meg a férfiak közül, és ezért a mai muszlim világban nagyon kevesen teszik azt, hogy több feleségük van. Miért? Mert most sokkal, tehát nincsen rá szükség. Persze, majd erről a következő alkalommal úgy is akartam, hogy megvannak a formái. Ha tetszik, hanem ez egy fontos kérdés. Nagyon sokan, nem mondom, hogy nagyon sokan, de azért mindig vannak olyanok, akik itt Magyarországon is muszlimokhoz mennek feleségül, bocsánat. És meglepődnek akkor, amikor kiérkezve ők a harmadik vagy a negyedik feleség. Pedig ezeket, ha lennének ismeretek, simán lehetne tudni, hogy ez benne van a pakliba. Tehát, hogy ezek olyan gyakorlati kérdések, ami persze nem fog itt minden hölgyet érinteni, de nem árt, hogyha az ember tudja, hogy lehet sok minden olyat tenni, hogy megvédj saját magad és haza tudj jönni akkor, hogyha gond van. Igen? Akárhány feleség az illető, nem kötelező iszlám vallásúnak lenni, nem kötelező átlenni. Nem csak próbáljon valaki egy muszlim családba élni. Igen. Hogy, ha kibírod az anyósodnak azt a 20 éves, nem nézek rád. Egy másik országba, tehát mondjuk Európában élnek a család. Akkor sem, akkor nem akkor van a gond, mindig akkor van a gond, amikor az iszlám. Bár bocsánat, de ha itt él valaki, igen, akkor itt az itteni törvények vonatkoznak. Igen. Ha kinnél, akkor a kinti törvények. Amíg itt él valaki, addig a négy feleség nem lehet gond. Mert hogy nem lehet az itteni törvények alapján. Tehát nálunk nem fogják hiába muszlim a férfi a negyedik feleséget is anyakönyvezni neki. Tehát ez itt nem gond. Igen? Két
két számomra ellentmondásos dologra szeretnék rákérdezni, hogy tisztában egyrészt tetszett mondani azt, hogy nem nevezik Mohamedának őket, mert sértő és nem bálványimádóak. Miért számít a muzulmán állapotosság többségének blaszfémiának Mohamednek az ábrázolása, amennyiben egy általános emberről van? Szóval ez nem az egyik, mire rá szeretnék kérdezni. A másik pedig egy hasonló kérdés, hogy azt is tetszett mondani, hogy a mecset az nem szenté, hanem szintén egy közösségi épület, egy imaházról összegyűlnek, viszont akkor miért jöttek létre ezek a rituálék, melyek nélkül nem lehet belépni egy épületbe, amik mégis biztosítanak egyfajta szentséget neki? Nem, ezt egy, annak az embernek a tisztaságot biztosítják, aki imádkozik ezzel. Tehát, hogy az amiatt nem lehet, mert nem lehet tisztátalan testtel és tisztátalan lélekkel. A lelket nem tudjuk leellenőrizni, de azt, hogy ezért alakultak ki, hogy tisztát nem visszük be a utca mocskát a mecsetbe. Ezek egyszerű előírások voltak. Tehát, hogy ennek nincs. Az iszlám vallás mindenféle ember ábrázolást így. Tehát nem csak Mohamednek az ábrázolását, hanem minden egyéb emberábrázolást is tilt. Tehát, hogy ez így alakult ki, nem féletlenül alakult ki az a vagy növényi, vagy geometrikus formákkal való díszítés, vagy ugye az írással való díszítése a mecseteknek is. Itt ez egy egyszerű szabály, hogy embert nem ábrázol, nem csak Mohamedet, hanem mást sem. A későbbiekben aztán eltérő lesz, mert ahogy a világi gazdagság kialakul és szétterjed mindenfele az iszlám, akkor olyan kis finom, nem megengedés, de mégis megtörténik, hogy ezt megteszik, hogy a nagy palotákban, ott már vannak állat ábrázolások, azok még a finomabbak, és néha ember ábrázolások is. De mecsetekben nem lehet semmilyet tenni. Tehát semmilyen embert nem ábrázolnak. Igen? Más? Én egy-két dolgot még szeretnék mondani, mivel jövő héten nem fogok tudni jönni a tisztelőt. Az egyik, nem tudom, hogy volt, nem mindig tudtam kellőképpen odafigyelni, jegyzeteltem, bocsánat. A Korán nem adta meg, még az a kérdés, hogy a dzsámiban miért nem engedik úgy, mert ugyasmi, ugyanaz az oka van. Az iszlám vallásban a tisztaság nagyon fontos. Aki nem tisztul, illetve tisztálkodott a vallási rituálé szerint, az nem foghatja a Korán, az nem mehet be a dzsámiba, azért sem, mert a dzsámiban az emberek mezitláb mennek, az arcukat is letesznek a szőnyegre, stb. Ha mindenki menne, ahogy szeretne. Ahol lehet péntek déli imát is tartani. Ez a kettő között csak, hogy ha valakiben fölmerül, hogy miért dzsámi, meg miért mecset. Dzsámi ugyanúgy dzsámi, a mecset az mescsit. Az a kisebb, ahol lehet imádtani. Igen. Nekem egy valami nekem nem tiszta az, hogy évszázadokon keresztül éltek jól egymással, békében a keresztények, zsidók, arabok, egyetemet is együtt alapítottak, és hogy lehetett ebből ez a pokoli gyűlölködés? Ez politika. Ezt nem lehet más mondani, ezt le lehetne vezetni, hogy a 19. század végén nacionalizmus kialakulása hogy hozza azt a szörnyűséget, ahol most tartunk. Tehát ez történetileg lépésenként végig lehet vezetni, hogy ott, ahol például az is különbség, tehát a hajdanál lévő Izrael helyén együtt éltek békésen nagyon hosszú időn keresztül keresztények, muszlimok, zsidók. És persze vallásilag eltérő nézeteik voltak, de az igazából a 19. században Európában megjelenő nacionalizmus lesz az, ami ezt
fölszítja. Az első világháború után lévő különböző szerződések lesznek azok, amikor ugye a török birodalom szétbomlik, és mind az angolok, mind a franciák rá akarják azokra a területekre tenni a kezüket. Azok generálják ezeket, egyértelműen ki lehet mutatni a politikai célzatosságot előtte.